Kedves nézők, ez itt a Hosszabbítás. A Hosszabbításban férfi kosárlabda. A stúdió vendége a CKE elnöke Lázár László. Szia, Laci, köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, üdvözöllek. 97-ben indult a CKE története, még a megyei bajnokságban, akkor ez egy negyedszázados jubileum, amit azzal ünnepeltetek meg, hogy feljutottatok, és volt már erről itt ebben a stúdióban is szó, még nyáron, júniusban, hogy feljutottatok az NB1 piros csoportjába. Ismét gratulálok, ezt nem lehet elég sűrűn elmondani. 14 csapatos a mezőny itt. 4 meccsetek volt idáig, és akkor itt most rögtön vágok bele a közepébe, közben föl is rúgtam majdnem az asztal, de azért vigyázok a berendezésre. 1 győzelem, 3 vereség idáig. Másik kávéház? Másik kávéház természetesen. Nagyon sok olyan játékosunk van a csapatban, akiknek még szokni kell ezt a légkört, szokni kell ezt a fizikumot és ezt a sebességet, amit a piros csoportban minden mérkőzésen át kell nekik élni. Hozzá kell tennünk azt is, hogy egyébként 5 játékos érkezett hozzánk a csapat, 5 új játékos, tehát gyakorlatilag a csapat struktúrája és felépítése is megváltozott, amit össze kell hozni. Igen, a bajnokság elején történt edzőváltásunk, a korábbi edzőnk más kihívásra nézett a saját döntés alapján, tehát egy új edző érkezett, aki gyakorlatilag a bajnokság elején hirtelen bekapcsolódott a munkában. Tehát nem is tapasztalattal és rutinnal rendelkezik ezért, tehát ezzel nincsen probléma. Nem erre gondoltam, hanem azért természetesen, ilyen szempontból, hogy hirtelen beugróként csak mélyvíz. Így van, tehát még sok munka van abból, hogy mindent megfelelően össze tudjunk látni, és lássuk azt, hogy melyik játékosunk, illetve melyik rotációnk mire képes, és hogyan tudjuk a maximumot kihozni a játékosokból. Nem terveztétek ezt, hogy a szakmai stábban változás fog történni? Nem volt erről szó? Nem, korábban nem terveztük. Nem. Tehát akár nevesítve is, akkor összességében milyen változások történtek? Tehát szakmai stáb és játékosok. Akkor itt 6-7 nevet is lehetne akár említeni? Hát igen, én inkább a jelentősebb változásokat szeretném megemlíteni. A vezetőedző posztos Iska János érkezettünk. Korábban a Nyíregyházának is volt vezetőedzője, aki abban az évben megnyerte a bajnokságot és feljutott A csoportban, ugye akkor jutottak ők vissza. Erőléti edző érkezett hozzánk, Szolnokról Pásztor György személyében. A légiósunk személyében is történt változás. Korábban 1-es irányító, illetve 2-es poszton volt légiósunk, 1-es 2-es poszton bevethető, most pedig 5-ös, tehát center poszton van légiós játékosunk. És érkeznek még rutinos játékosok, például Horváth Kristóf személyében, korábban több átcsoportos csapatban is megfordult. Érkeztek játékosok U20-as poszton is, tehát utánpótláskorú játékosok is, akik nálunk az első idényiket kezdik meg. És több olyan játékos, hogy korábban is szerepelt már piros csoportban, legutóbb zöld csoportban szerepeltek. Úgyhogy ezzel próbáltam meg erősíteni a keretünkön. Már júniusban azt vizionáltad, illetve nyilvánvalóan figyelted már akkor is a piros csoportot, amikor még ugye a zöld csoportnak volt a tagja a CK, hogy itt valóban erősebb csapatok, illetőleg hogy mondjam, fizikailag jobb kihívás ez a csoport. Ez most így a gyakorlatban beigazolódott? Igen, ez a gyakorlatban is beigazolódott, főleg ebben az évben igaz ez az állítás. Nem csak az én véleményem, több szakember véleményem is, hogy talán annyira erős sosem volt a bajnokság, hogy ennyire kiélezett, kiegyensúlyozott, mint ebben az évben. Megemlíthetjük akár a két pécsi csapatot is, mind a kettőnek feljutása a terv, vagy a PVSK-nak egyértelműen a visszajutás, és ennek a tavalyi évben még A csoportban szerepeltek. Úgyhogy csak egy rövid kitérőt szeretnének tenni, és mielőbb visszakerülni az élvonalban. Ennek tükrében alakították ki például a keretüket is, tehát a neveket nem szégyen, tehát például 4 korábbi válogatott játékos szerepel a keretükben, akik korábban a címeres mezt viselték nemzetközi mérkőzéseken. Egy nagyon erős és jól összerakott csapat, úgyhogy nagy eséllyel indulnak a bajnokság megnyerésére. CKE-nek nem velük kell akkor rivalizálni? Nem célunk ebben az évben a bajnokság megnyerése természetesen. Más céljaink vannak. Ezt a célt is egyébként többször kellett már módosítanunk, illetve gyakorlatilag hétről hétre újra átbeszélnünk, illetve újra átgondolni, hogy mi is az, amit igazán tarthatóan el tudjuk képzelni, meg is tudjuk valósítani. És mi az?
Hát természetesen, ha a rájátszásba jutnánk, azért nagyon, nagyon pozitív eredménynek tudnánk elérni. Az elég magas létszám. Igen, hát, ugye, hát nem feltétlenül. Én azt gondolom, hogy kellő munkával és alázattal ez megoldható. De nem ugye, féltelek titeket, mert azért keményen nyomjátok. Igen. Hát aztán meg kell említeni, például, ha 8-ként jutunk a rájátszásba, akkor pont az előbb említett PVSK-val, hiszen az igen. első helyzettel fogunk játszani a rájátszás első fordulójában, tehát nyilván ezt is el kellene kerülni, de most sokkal fontosabb az, hogy azokra a célra gondolunk, hogy összerakjuk a csapatot valóban, tehát ne legyen ennyire hektikus a játékunk, hogy például a hazai pályán a PVSK-n játszunk, az első fél időig addig gyakorlatilag partiban tudtunk velük játszani, és utána történt egy ilyen mély repülés, vagy szétesett a csapat gondolkodásban, illetve sebességben, ami azt jelenti, hogy van tartása a csapatnak, de valami mindig ki tudta billenteni őket egy ilyen komoly erőt képviselő csapat a szemben, és ezeket kell helyre tennünk, hogy stabilan megmaradjon ez a jó szereplés, akár az első fél idei eredmény tekintetében. És ez nem egyszerű történet olyan szempontból, hogy bajnokság közben kell csapatot építeni. Így van. Ez egy komoly szakmai feladat a szakmai stáb részére. A financiális háttérről mit tudsz elmondani? Anyagiak? Mennyire biztosítottak? Piros csoport. Mennyiben más ez például az zöld csoporthoz képest? Más? Más, de én nem nagyságrendi különbség, például, ha már korábban említett szabad, tehát azoknak a csapatoknak, akinek céljai között szerepel a bajnokság megnyerése, nyilván ők magasabb költségvetéssel kell, hogy számoljanak. A mi esetünkben ez nem igaz, tehát valamivel magasabb, de én azt kell mondjam, hogy kb. 10-20%-kal magasabb a költségvetésünk az elmúlt évhez képest. Tehát nem azzal foglalkoztunk, hogy a lehető legdrágább és legrutinosabb, akár korábbi válogatott játékosokat igazoljunk a csapatban, és ezzel próbáljuk meg eredményt elérni, hanem inkább a csapat gerincét azok a játékosok képezik, az elmúlt években kiharcolták a feljutást, és ők kaptak bizalmat részünkről, hogy ebben a mezőnyben, ebben a bajnokságban is mutassák meg, hogy mire képesek. Egyelőre még nem Cegléden játszátok a hazai meccseiteket. Marad Szolnok? Igen, Szolnokon a Tisza Virág Arénában edzünk. Gyakorlatilag ott már szinte otthon vagytok. Gyakorlatilag a hazai pályának hívjuk, igen. Mik a remények, mikor szeretnétek? Nyilván ez nem csak rajtatok múlik. Itt most már a Gál Józsa sportcsarnokban, az újban játszani a bajnoki meccseiteket. Gyakorlatilag heti egy alkalommal találkozunk a generál kivitelező képviselőjével, és gyűjtsük be azokat az információkat, hogy hogyan áll az építkezés, és milyen stádiumban van. Ezek hétről hétre megnyugtatóak, mert látjuk, hogy jól halad. Nem volt érzékeny a projekt anyagi szempontból, például állami támogatások tekintetében, mint hogy sokan hallottunk róla, hogy esetlegesen ez hátrányosan érintett projekteket, ebben a szempontból nekünk szerencsénk van. Tehát az a fedezet, ami a teljes költsége a városi sportcsarnok átalakításának, ez a konzorciumnak rendelkezésére áll, és ez hozzáférhető, és ezt tudjuk biztosítani a generál kivitelező részére, hogy meg fel tudja építeni megfelelő műszaki tartalommal a városi sportcsarnokot. Nagyon széles, hála Istennek, nagyon széles utánpótlásbázissal rendelkeztek itt, közel 300? Igen, közel 300. Fiatalról lehet beszélni. Hogyan lehet jelen körülmények között a szakmai munkát, az edzés lehetőséget biztosítani számukra? Hát ez egyre gyakorlatilag hétről hétre nehezebb feladat, és ugye nem tudjuk még, hogy mikor, milyen problémával találkozunk szembe, például ingatlanok, sportcsarnokok, vagy akár tornatermek bezárásával kapcsolatban. Ezekre próbálunk meg felkészülni, de jelen pillanatban is más városokban is vannak utánpótlás bázisaink, ahol biztosított a teremfeltétel, és megpróbálunk ezekkel komolyabb együttműködést létrehozni, tehát ahol biztosított a helyszín, akkor oda próbáljuk meg összpontosítani az utánpótlás csapatainkat. A sok korosztályokról néhány szót, például U9-et konkretizáltad, azt említetted a júniusi beszélgetésünk alkalmával, az U9-es korosztályt, nem véletlenül. Igen, az idejében is indulnak az U9-eseink a bajnokságban, úgyhogy nagyon jól látni, hogy a legkisebb korcsoportban is mennyire vehemensen és mennyire tüzesen tudnak játszani a gyerekek, és kezdik megérezni azt, hogy mit is jelent egy csapatban játszani, egy csapategységén, és nem egyéni érdekeket viselve, hanem is nagyon tudnak örülni a mérkőzésen, hogy nagyon jól látni ezeket a fiatalokat mérkőzés közben. Laci, köszönöm szépen, hogy jártál. De hajrá, CK! Köszönöm szépen! Kedves nézők, ez volt a hosszabbítás, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!